Nagy Márk vagyok, Szegán a Kft-től, és szeretném bemutatni a Caffini Small permetezőt. Egy 18 méteres kerettel, vagy itt szépen ki is van nyitva, végig lehet nézni, hogy hogy van kialakítva. Tartály mellé csukódó kerettel van felszerelve. Oldalanként külön-külön nyitható egyébként a szórókeret, maga a lehet itt látni, hogy hármas fúvóka tartókkal van felszerelve, illetve aktív csövezéssel van. A keret középen, próbálom itt mutatni, ez is munkahengerrel történik a nyitás, esetleg itt látszódik föntebb a keret közepén is. Esetleg fölül elszólni próbálok oda mutatni. No, tehát ez a gép, ez egy 2200 literes tartállyal rendelkezik, ami valójában habzás ilyesmi miatt egy picit több, tehát valójában 2400 literes a tényleges tartálytérfogat. Ez a konkrét gép pedig 18 méter munkaszélességű. A számítógéppel is felszerelt, ez egy T-Jet 844-es számítógép van, 5 szakaszos rendszerrel. Itt látszódnak elől a szakaszszelepek, illetve a fülelzáró nyomás szabályzó, illetve van egy nyomás határoló is a gépen. Maga a kereten a hidrolik az, mint ahogy mondtam, jobb oldal, bal oldal külön nyitható. Egyébként ezen a gépen egyetlen szeleppárról, ami itt ennek a, itt látszódik is ennek a elektrohidrolikus szelepnek a segítségével. Külön tudom nyitni jobb oldalt, bal oldalt, illetve a keretmagasságot tudom állítani egyetlen szeleppárról. Maga a keret az önbeálló, illetve tehát itt van az egyik egyik forgási pont, illetve itt a másik, tehát így lesz meg az önbeállóság, és ezzel a csappal itt ezt tudom kivenni, betenni, ezzel tudom rögzíteni. Tehát most le van rögzítve, ha kiveszem, akkor önbeálló lesz a keret. Nyilván, mint most fél keret kinyitása, azt megtenném, akkor a nyitott keret az lefittyenne. A keretnek a lengés csillapítása van, itt ebben a nitrogén akkumulátorral van megoldva. Maguk a kerekek azok ezen a gépen igen nagy átmérőjűek, tehát 2, 30, 95, R4, 4-es, nem tudom itt a képen mennyire látszódik, de reméljük. A nyomtáv az állítható, itt gyakorlatilag egy csővecső kialakítással van ez megoldva itt, illetve láthatjuk is, itt van a kerékjeladó, tehát a sebességjelvétel innen van véve. Itt a tartály hátulján láthatunk egy keverőt. Itt, hogyha bemegyünk a gép mellé, láthatunk a tartályon egy nyitható rekeszt, ez egyszerre több funkciót, háromféle funkcióval rendelkezik, merevíti a tartályt, hullámtörő és egybetároló rekesz is, mint ahogy itt látjuk. A gép rendelkezik vegyszerbekeverővel, amit flakonmosóval is szerel, tehát ez tud szépen kijönni, hogyha itt kap vezérlést, illetve felszivatni tudok tartályból, olyankor pedig ezzel a piros csappal kell vezérelnem. Maga a főtartály mellett, beszéltünk a vegyszerbekeverőről, van egy tiszta vizes tartályunk is, itt a gép elején, avval mosom át a gépet munkát követően, illetve van ez a kék tartály, az pedig egy kézmosó tartály, az sima ejtő, illetve itt is ide jön ki, és akkor innen tudom a kezet mosni, illetve a szűrőt. Szűrő az itt, van egy
szívó oldali szűrő, itt ide csatlakoztathatom a felszívó csövet, illetve van egy nyomó oldali szűrőnk is, az pedig itt van, itt pedig a keverőnek állíthatom az erősségét. Itt, hogy még ez az oleomatik nevezetű elektrohidraulikus útváltó, ezt kell a traktorba beszerelni, és ővele tudom állítani, hogy egyik oldal, jobb oldal, vagy hát bal oldal, jobb oldal nyisson, illetve, hogyha nem nyomok egyik gombot se, akkor keretmagasság állítás van. Lehet egy negyedik funkció is, a keret billentés, olyankor pedig ezt a gombot kell itt nyomni. Ebbe a gépbe konkrétan nincsen bekötve, tehát az nincsen, csak elő van készítve, de nincsen beszerelve. Itt hátul tudom állítani a szívó oldalt, tehát hogy honnan szívjam a vizet. Tehát ez lehet a fő tartály, a tiszta vizes tartály, vagy ha vízszintesen van, akkor tudok csatornából szívni itt a szívó csatlakozónál. A gép itt egy 170 liter per perc teljesítményű. Hát itt valószínűleg ez már 210 liter per perces, akkor ez egy kicsit nagyobban lett rendelve. 210 liter per perc teljesítményű szivattyúval rendelkezik, ami a 18 méterhez bőven elegendő. 15 báros maximális nyomás tud, és 540-es kardán fordulat kell hozzá. A vonórúd az lehet ilyen fix, ez az alap, de lehet nyomkövető is, tehát az például az alsó függesztőkarokhoz vagy vonócsaphoz csatlakozhat. Mint ahogy mondtam, hogy két keverő van, hátul már láttuk, és itt van elől a másik keverő. Tehát ezek keverik folyamatosan, akár munka közben is a gépbe az anyagot. Remélem tetszett ez a rövid kis bemutató, nézzék meg a többi videókat is.